Kertúra május eleje, a második rész, a kert többi része kivéve a veteményest. Ez volt itt az előkert, haladjunk tovább a kertbe. Jó hosszú lemezkerítés nyáron forró, de például ezek a rózsák imádják. Ez egy új ágyás rózsákkal, még pedig olyan rózsákkal, amiket úgy nemesítettek, hogy séfek használhassák különböző ételekhez. Hat hete ültettem őket, és már ott vannak a bimbók. Köztük az őszről maradt krizantémok, és a nagy rózsaágyás, amiben 12 különböző fajtájú és különböző színű rózsa van. A sarokban egy ernyős verbénával indítunk és utána jöhetnek szépen sorba a rózsák. Vegyes virágágyás, elől vannak a hagymás növények, utánuk vannak a rózsák, hátul pedig díszhagymák vannak és különböző kardvirágok. Elöl pedig színes terülő évelők, kasvirág, kubvirág, menyecskeszem. A rózsák az első virágzásuk után két-három hétig nagyjából kopaszok. Pont ezért ültettem a rózsák közé évelő virágokat, hogy még akkor is legyen valami szép színes mint ez a szép japán ami nyáron ilyen szép rikító zöld színű, össze pedig vérvörössé válnak a levelei. Szintén egy idén tavasszal kialakított ágyás, egy kis levendulás. Fehér rózsaszín és lila levendula, kiegészítve egy kis díszcsorbával és különböző díszfüvekkel. Imádom a levendula illatát, és itt vannak rajta a virágok, mindjárt virágozni fog. Na de a többi része a cottage gardennel és a pihenő résszel ez az ágyás hajaz a vidéki angol kertek stílusára. Mindenféle növény össze van ültetve, és egy nagy összefüggő virágtenger lesz nyárra. Évelő virágok, évelő bokrok, különböző színekben, egyszerre, cickafark, kasvirág, íris, szerelemvirág, van itt minden. Gyönyörű bokrok, többek között a kedvencemmel a nyári orgonával, tolbuga, vérvirág, szerelemvirág, veronika, minden van nyáron ez egy olyan csodálatos virágrengeteg lesz, hogy ez valami hihetetlen. A beporzók már nagyban dolgoznak egyébként. A szisztéma ugyanaz, elől a hagymások, utána pedig az egynyári virágok különböző színekben. Hátul a veteményes, és mutatom majd a kert többi részét is, de az majd egy második részben, mert nagyon hosszú lenne.